Szóval, az történt, uraim és hölgyeim, hello, hogy mondtam, hogy pont a egyik legfontosabb estén az eddigi streamek folyamán nem sikerült elindítani valamiért a streamet. Úgyhogy most itt vagyunk a rendőrségen, a jelentkezés okán, viszont ezt nem tudom nektek élőben megmutatni. Nem. Úgyhogy... Amúgy... Hölgyeim! Itt várakozunk, és kiderül majd, mi lesz. Maguk kikrek esetleg? Úristen, te megkülönöm! Azt a mindenit! Én zseni vagyok. Gratulálni! 35 perc után jönnek egy kikrek. Tisztelet! Szép estét! 5 percet kérnék, aztán... nem is nincs itt mindenki, jól látom. Majd mindjárt elkezdjük megbeszélni a dolgokat. Tudunk valakinek segíteni valamiben? Már várj. Segítenek, köszönjük! Ja, jó, rendben. Viszlát! Viszlát! Ez most furcsa volt. Szépen az esem. Jaj! Aztán kivárjuk, hogy mi lesz. Egy szellem. Ennek most nem tudom, milyen a hangja. Csak elindítottam gyorsan egy felvételt, hogy legalább... Először is csak tisztázzuk a dolgokat, ugye itt mindenki kapott SMS-t arról, hogy sikeresen továbbított, igaz? Szá. Igen. Jó, csodálatos. Jó, majd nem sokára lesz egy névsorolvasás, aztán remélem. Termel, köszönjük szépen. Kíváncsi leszek erre, hogy ma itt mi fog történni amúgy, hogy csak tudatnak velünk valamit. Vagy esetleg kiképzés lesz rögtön. Nagyon kíváncsivá tettek. Itt mi lesz? Ők az új kadétok elvileg. Ja. Ha vannak formák, és nézek akkor. Kicsit. Ha? Szép estét. Jó napot kívánok. Jó napot. Ola, ola. Aha. Hello, hello. Itt sheriff lesz biztos. Jó napot. Ola. Ha? Na, kollégák, nem éregessék őket? Micsoda, bocsánat, hogy rájuk néztem, elnézést. Akkor így fogom nézni. Becsukom a szemem. Na, uram, szép lekopni a kadétjaimról. Bocsánat, megnéztem őket. Elnézést. Mindenki készen áll? Igenis, persze. Kapitán. Természetesen. Természetes. De mire? A legrosszabbra, a rémálmukra. Én Hallani kicsit félek. Nem, az anyósát sajnos nem sikerült ide hozni. A kúvére, hát akkor nem, nagy baj nem lehet. Bír, verejték, stressz. Hát akkor kölcsön az a buram, azt meg tudja, hogy milyen rossz. Nem, köszönöm. Tartsa meg nyugodtan. Hát jó. Bár úr tárolja nyugodtan, tartsa meg. Könnyen leszünk, hogy várunk még valakire, vagy menjünk? Jelenleg még 5 percet fogunk várni, hát ha még valami csellengő ide téved. Aztán utána akkor elindulunk. És hányan lettünk felvéve? Ha szabad tudni. Jelenleg 12-en lettek behívva. Egész jó arányban itt vagyunk. Hát, azt sem mondanám. Kinek mi a jó? Jó estét, urak, hölgyek! Szép estét! Jó estét! Köszönöm! És akkor kiket láthatok itt? Itt van Jeremy, Yuri, hello. Itt van Vitali. Vitali... Nincs itt. Vitali nincs. Vitali... Dente. Ah, hát akkor Vitalit majd rugdossák ki az ágyba. Próbáltam, de nincs ez az atombomba, ami sikerül már ezt kiszedni. Csodálatos. Látom itt a Serrano testvéreket. Itt vannak még itt. Most egy gyors és röpke névsorolvasást kaphatok. Na akkor mondja a kalapos úr. Na jó, akkor mondom én, Walter vagyok. Csodálatos. Rudy Weiss. Igen, Rudy Weiss. És itt az úriember a bal oldalon.
nagyszerű. Erik Szató. Csodálatosan, remek. Max Turner. Akkor már nagyjából körbe siestünk. Akkor van egy Vitalink, aki el van tűlve a bal fenéken és alszik valahol az ágyácskájában. Hát vagy egy híd alatt. Hank Westerlandet hiányoljuk még, Jennifer, Euro és Enzo Morgan. Aha, jó, oké. Na jöjjenek, urak, hölgyek! Kövessenek, kövessenek, aztán. Elkísérjük önöket arra a helyre, ahol majd az elméleti rész is lesz a kiképzésnek. Hölgyeim! Gracias, gracias. Egy úri ember vagyok. Köszönöm. Ezt azt a maga első feladata. Alig várom. Megérte. Holnapra várom a választ. Hány emeletből áll? Na, ez még egy másik dolog, amit meg kell számolni. Már hát szépen fölvonulunk itt, közelebb nem is lehetne ez egyébként. Mondom ezt nektek, kedves nézők. És most egy szűk arcon bemegy sok-sok ember. Nem tudom beljebb húzni, ne úgy leragasztottam. Semmi probléma. Jobban érzi magát ott hátul, Max? Hát nem, csak a többi szék az kicsit ilyen, tudja, ilyen fura. Ja, értem. Ilyen padbaépítés. Hát üljön a padra, kivételesen. Á, szerintem ez a tiszteletlenség, nem uram? Ahogy érzi. Nem szeretnénk tiszteletlennek tűnni. Agyisten, szép napot! Axel Ronen vagyok. Én leszek a maguk egyik kiképzője. Mellettem pedig Jacob Newton. Ő lesz a másik kiképzőtiszt. Itt balra tőlünk Logan B. Flowers kapitányságvezető helyettest, valamint Adrian Wolf kapitányságvezető helyettest láthatják. Bármifajta kérdésük van hozzánk, illetve bármelyik másik kollégához legyenek nyugodtan fordulni. Lehet ez bármilyes fajta kérdés. Akármilyen kérdés van, ne gondolják azt, hogy butaság, inkább kérdezzék meg, mint hogy utána valami hibát elkövessenek. Rendben, én addig elmondanék egy pár információt itt az akadémiáról. Ugye 5 napos lesz az egész kiképzés, ami mától kezdődik, és ugye vasárnapig fog tartani, ami ugye másodikra. Hát ez pont jó. Igazából egy órányi kiképzés lesz egy nap, azt majd ugye mindjárt le is szögezzük, hogy hol lenne jó. Próbálunk találni egy közös időpontot, amikor ez majd ugye lesz. Ebből az 5 napból egyébként 3 nap elmélet és 2 nap gyakorlat lesz. Főképp én fogom tartani az elméletet, Axel pedig itt mellettem a gyakorlatot. És ugye az elméletinek a helye az itt lesz, tehát mindig abban az időpontban, amikor ugye kezdődik majd az akadémia, akkor majd kérem ide fáradjanak majd fel, ugye az első 3 napba. Utána pedig majd a katonaságot is meg fogjuk látogatni később. Igen. Ma megkapják még a felvételüket, elmegyünk ruháztatásra, az autókat felszereljük. Utána kapnak egy kisebb tájékoztatást mindenről. Aztán holnaptól igazán beleugrunk a levesbe. Szerintem kezdjük az öltözködéssel, utána az állományba, vétellükkel és az autókkal. Én hozzászólnék pár dolgokat első körben.
Üdvözlök mindenkit, illetve remélem mindenki sikeresen fogja tudni venni az akadályokat. Első körben is szeretnék megkérni arra mindenkit, hogy itt van egyrészt magatartási kódex, ami elvárt, illetve van egy stílus is, ami egy alapján itt beszélgetünk egymással, akár a kollégákkal, akár pedig a civilekkel. Ehhez kérnék mindenkit, hogy már most kezdjen el alkalmazkodni, és megpróbálni ez ténylegesen hozzászoktatni magát, hogy itt nem haverok, nem cimborák, nem bratyik vagyunk, hanem kollégák, és úgy is kommunikálunk egymással, hogy ez elvárható egy ilyen helyen. Úgyhogy már itt az akadémiai életük alatt is kezdjék hozzászoktatni magukat, és adta persze, hogy itt belépnek ebbe az épületbe, és felveszik ezt az akadémiai pólót, onnantól ez érvényes magukra. Ha meg esetlegesen innen sikeresen tovább lépnek, és fel lesznek véve járőrnek, onnantól ez a stílus és magatartás, ez a civil életükben is elvárt lesz. Másik dolog, aki nem tud megfelelő mennyiségű képzésen részt venni, az nyugodtan, nyugodt szívvel fogjuk kényszeríteni, vagy hát szó szerint kényszeríteni, de viszont újra lesz másodperc, szóval az még egy kört fog tenni itt az akadémiai képzésben, és hogyha másodjára se tud megfelelő mennyiségű képzésen részt venni, akkor sajnálatos módon egy harmadik esélyben nem fog neki megadatni, és szét fognak válni az útjaink. Remélem mindenki megértette. Igen, uram! Igenis. Valamint akkor még annyival egészítem. Hagyisten. Valamint még akkor annyival egészíteném ki a kadét, vagy az akadémia végén lesz még egy kadét időszakuk, és a kadét időszakot azzal fogják zárni, hogy járőr vizsgát fognak tenni. Járőr vizsga igazából ahhoz szükséges, hogy tényleg úgymond teljes értékű tagja legyenek az állománynak, viszont a kadét időszak alatt is el fogjuk várni, hogy úgy viselkedjenek, mint egy hát mint egy igazi rendőr. Tehát próbáljuk megadni mindenkinek tiszteletet, figyeljünk a másikra, mindenki amit mond, meg nem tudom elégszer mondani, kérdéseket nyugodtan tegyék fel. Akkor szerintem kezdjük a ruháztatással. Akkor is tudjuk készíteni az újoncokról a képeket. És utána az állományba vétel, majd az autók. Na, jöjjenek urak, hölgyek! Menjenek urak! Köszi! És a hölgyekkel mi lesz? Gracias. Jaj, menjél oda. Beragadt az idő. Azt pedelje meg. Húzzam meg egy kicsit a lámpát. Nem, tényleg nem. Elnézést kérek, hogy a készítjük, hogy nem indult a lámpát. Alapvető felvilágosítás igazából. Elmondjuk az alapvető tűzbeket. Most tették meg. Uram, igen, uram! Most igazából akkor egy futás, uram, futás! Ja. Gyerünk! Jó van, itt már nem kell. A kalapomat fent hagy. Meg lesz az, itt nem lopnak. Hát nagyon remélem, édesapám kalapja volt. És a ruha volt, vagyunk. Ó, oh, mondjuk akkor gondolom ilyen emlék. Hát igen, ez elég nagy emlék. Nagyon remélem. Késő fogja. Majd leadjuk a portán. Köszönöm, köszönöm. És igazán kedves. Nem hagyott fent valaki egy kalapot? De, úristen. Egy hős. Bírja uram, bírja? Persze, persze csak. Belöglött a biztonsági kamera otthon, aztán... Azt hagyott.
Maradjunk annyiban, hogy kicsit paranoiák. Felvonulás. Egyébként nem, uram, egy rendőrkadét átöltözésre készülünk éppen. Ön is jön? Kérlek. Hát, lehet, hogy lesz egy népsorolvasás. Meg lett a kalapja? Meg. Itt, meg, a, igen, itt az úr legyen kedves, addig kint várakozni. Hát nem is kellett leadni a portára. Ki tudja, hogy... Kap engedélyt, hogy a akadémiás felszereléshez is tudj viselhetni azt a kalapot. Hálásan köszönöm, ez lett volna az egyik kérdésem. Nyugodtan, főleg, hogy ilyen emlék. Hát igen. Csak úgy néz. Elnézést, uram, kérhetnék egy csekket a ruhára, hogy mert nagyon kéne már lassan ennem, és megfelel ez így akkor önöknek? Megfelelő. Megfelel. Mondjuk a stop felirat a karján, azt lehet le kéne lézeresztetni, uram. Érdekes. Kicsit. Forgalomirányító rendőr. Készfején az jó. Stop. Később majd erre is jól van. Szert teszünk lehet. Jó lenne. Meg ott az úrnak, a Rudy Weiss-nak a karján az a villám. Érdekes. Hát, gondolom magánéletben is ilyen, azt hiszem. Hát így van, jó. Azért választom. Energikus. Hát, nem. Kettő perc. Na, nem én akartam kimondani. Na, két lábban járó fogamzásgátló. Ó. Megvan akkor mindenki? Igen. Jó. Hát akkor visszaindulhatunk. Igazából indulhatunk. Elvonulunk, mint a birkák. Azért azt lássuk be. Majd lazul ez, majd lazul. Azért legalább nem egyformák a firmák itt, érted, hogy így... Talán lehet majd különbséget tenni köztük. A két hölgy az nekem egyelőre hajszintben tér csak el. Vajon közénk hajt az NPC? Lehet tippeket tenni. 3, 2, 1. Azt a minden itt, micsoda kavalkád van itt. Nem fértünk el? Most kellene. Fogyni kéne. Na hát, most jön a papírmunka része. Szerintem mire végzünk, éjjel halok. Fixen kunyarálnom kell kaját. Nem. Köszönöm, uram! Hát, egy picit érzem azért, itt ért hajlatba, de túléljük szerintem. Szedjessze magát! Látja, ez egy teszt volt. Kemény vagyok. Ha jól bírja, akkor fel van véve. Kész is vagyok, köszönöm. Rendben, álljon vissza a sorba. Elnézést kérek, valami. Semmi baj, majd egyszer térünk valamit. Köszöntöm. Én vagyok az utolsó, W-vel, Walter. Walter. Köszönöm. És mikor szeretem? Nagyon szép. 77, 09, 10. 96-ban érettségiztem. Milyen a kapcsolat az szüleivel? Nem nagyon tartom már a kapcsolatot. Ezt megértem. Jó, a felvéve. Köszönöm. Nem találkoztam mindenkivel. Adam Coldwell vagyok. Én vezetem a Rangerség állományát itt az LSPD köreim belül. Micsoda? Köszönöm. Tiszteletem. Tiszteletem, Udo. Köszönjük el. Jó. Rendben. Tehát...
elsősorban szeretnék maguknak még pár információt mondani. Ugye a legfontosabb az az lenne, hogy amíg magukon van ez az akadémista póló, addig csak járőrrel mehetnek, tehát járőrözhetnek, ez fontos, tehát egy ilyen magasabb rendfokozatban lévővel, ugye a felett. Tehát igazából szerintem most már arra van kapacitásunk, hogy ezt megtehessük, szóval erre megkérim önöket, tehát olyan nincs, hogy kettő akadémista vagy három, hanem mindig keressenek, tehát maximum három, vagy akár négyen is lehetnek egy gépjárműben, de a három az optimális lenne, illetve a kettő, mindig keressenek egy felettest. Igen. Ugye a fegyver használatra ki szeretnék térni, még a raktárnál sem jártunk, ugye? Nem, uram. Nem. Rendben. Jó, tehát ugye ki szeretnék térni a fegyver használatra, mint tudják, lesz önöknél gumibot, sokkoló, illetve lőfegyver, ugye mindenféle eszköz, ami kell a munkájukhoz. Viszont a lő... Lesz náluk? Nem lesz náluk? Nem lesz náluk lőfegyver. Nem lesz náluk lőfegyver, akkor erre ki se térnék. Csak azt hittem, hogy használni nem szabad, de jó. Jó. Viszont azért meg kitérnék a kényszerítő eszközök használatára. Tehát fontos, ugye, hogyha sokkolót is használnak, akkor persze engedéllyel, illetve ha kapnak is rá engedélyt, viszont észlelik azt, hogy mondjuk előtt a vízben tartózkodt az ember, vagy esetleg esik az eső, vagy hasonló, akkor ugye remélem az elég egyértelmű, hogy ilyen esetben nem használunk sokkolót, illetve gumibottot sem kell minden esetben, ugye, tehát mindig a testi kényszerrel kezdjük legelső sorban. Axel, kicsit arra tud jönni? Ez fontos. Persze. Jó. Akkor igazából az autókat fel lehetne szerelni, viszont előtt akkor meglátogatjuk a raktárat, én azt mondom. Bocsánat, nekem lehet egy kérdésem? Na mondja. Az öltözködésnél elcsíptem egy beszélgetést, hogy itt az állományokban történő felvétel, hogy ki lesz ranger, sheriff, vagy ilyesmi, tehát hogy ez mi alapján fog történni. Így van. Nagyon korai kérdés, csak... Ugye ezt a pénteki napra szerettük volna hagyni, viszont annyit azért el tudok gyorsan mondani, hogy ugye három osztályra épül az egész rendvédelem a térségben, tehát ugye a ranger, a park ranger, a sheriffségre, illetve ugye a rendőrségre. Viszont erre jobban ki fogunk térni a pénteki napon, hogy ez hogyan zajlik, és hogy milyennek a menete. Legelső sorban igazából, hogyha sikeresen átjutnak ezen az időszakon, illetve a kadét időszakon, és meg lesz ugye a járőrvizsga, és a többi, akkor onnastól egyenlőre be fognak jutni ugye a rendőrség állományába, ahol például én is tartózkodom. Viszont igen, de erre majd még pénteken jobban kitérünk. Viszont most menjünk fel a raktárhoz, szerintem aztán vegyünk, hogy legyenek minden fontos dolgok magukhoz, aztán igen. Szóval kövessenek. Látta már a Harry Pottert? Kicsoda? Kérdezte a beosztás. Igen. Ja. Hát abban van a kalap, igaz? Aki kiosztja, hogy melyik házba kerülnek. Igen. Hát ezt felejtsd el, nem úgy működik itt. Ez egy csodás esemény lehetett volna. Itt valóban. Kalapom is hozzá. Krundél meg kassalok, ne jöjjenek! 10 pont a Gryffindornek! Igen, oda! Jól van, tehát... Azt ez hentít. Lenne a raktár, mindenki itt van? Mindenki, igen. Ugye? Jó, csodálatos, tehát... Legfontosabb dolog, ezt még leszögezni, mielőtt itt bármilyen is belekezdünk, az ajtókat mindig zárjuk ugye a kapitányságon. Ugye most már kaptak kulcsot, viszont nagyon fontos, hogy mindig, minden esetben zárjuk őket, mert ide egyszerűen nincs jó bejönni ugye civileknek, ez innestől magánterület. Kivéve a cella, kiagató, illetve stb. De hát ott is ugye felügyelettel, rendőri felügyelettel, vagy így van rendőri felügyelettel. De jönnek közelebb a raktárhoz kicsit, vagy hát egyesével szerintem. Igen, mindenféleképpen sorba, és akkor egyesével a raktárhoz. Azt mondja, hogy stun gun. Egy. Gumibot. Az nem.
rádió. Bilincs. Bilincs. Egy bilincs kulcs. LSPD jelvény. Gumibot is volt? Igen. Így van, így van, az is kell. Azt hiszem meg vagyok. Volt még valami? Ah, majd elmondják. Na, amondó vagyok, hogy akkor menjünk és csináljuk meg az autókat. Igen, uda! Hát tudja, miket a kettes frekinek? Nem! A rablást. Menjenek, hölgyeim, menjenek! Szeresztjük! Jön velünk? Persze! Walter, Walter! Walter, Walter! Esküszöm, neki lesz a legkönnyebb. Így van, önnek lesz a legkönnyebb megtanulni a nevét. Igen, és nekem mindig duplán mondják itt. Kétszer annyit, mint a többi kadétnak. Köszönöm szépen. Na látja. VV. Ja. De... Remélem, hogy az XPR-es akkor biztosan ezt szeretném. Annyit tudni kell, hogy kicsit kanyarodás van, hogy ilyen erős hozzá lesz. A hegyen jobban megy. Induljunk előre. Tárkozó fel, legyen kedves! Én mindig az utolsó leszek. Ja, megy ez. Krautós felvonulás. És közéjük hajtott. Bárki is volt az, közéjük hajtott. Sose voltam még rendőr. Hát ez tök érdekes lesz. Minden megvan. Na, mennyi lett a végösszeg? Hát 600. A külsőből mind a kettő feketére. A másodlagos, meg a első is. 153-as a bajszám. Itt készpénzben adja? Készpénzben. Itt, a, itt az úrnak 620 dollárt legyen kedve. A videó megvan. Köszönöm szépen. Itt mennyi volt? Jó. Nem tudom, aki kimarad, mondjuk, ha nekem a vasárnap nagyon nem jó, akkor az le tudja pótolni? Mindenféleképpen, mivel ugye úgy lesz, hogy vége az akadémiának, akkor még egy pár napig kadétok lesznek. És ebben a kadét időszakban lesz még esélyük felzárkózni. Jó, rendben, mert nekem sajnos a vasárnapot nem lehet. Ja, nem probléma. Gondoltuk, hogy amúgy lesznek olyanok, akiknek valamelyik nap nem lesz jó. Ezért is döntöttünk úgy, hogy akkor utána még lesz egy pár napos kadét időszak, és ott még be lehet mindent pótolni. Ez jó, mert utána neked tökéletes van. Én is feltennék két praktikus kérdést. Tessék! Az egyik az, hogyha, ne egy Isten, valaki mondjuk holnap reggel ugye fölébred. Ugye azt mondták egyszer, hogy ebben a ruhában vagyunk most az akadémia végéig. Így van. Ez azt jelenti, hogy ha holnap reggel van ennek egy formája, hogy berádiózzuk, hogy esetleg járőrtársat keresünk, gondolom. Így van. És ha nem találunk, akkor leülünk és várunk, tehát nincs arra mód, hogy
kivetkőzni, ugye? Az a helyzet, hogy, sajnos az elején annyira kiszolgáltatottak egyedül mindenkinek, hogy, nem szeretnénk, így van. Nem szeretnénk az elején már, hogy valamilyen rossz atrocitás éri önöket. De arra gondoltam, hogy akkor levesszük az egyenruhát, és... Mikor kellene fel az úr? Kiállunk pecázni. Nem tudom, a délelőtti órákban. Megteheti persze igazából. Lerakni szolgázott egyértelműzett. Ja, értem. Csak egyedül nem jár őrözhetünk, ugye? Így van. Így van. Rendben. És esetleg mi a formája a beköszönésnek? Vagy csak egy tisztességes, udvarias beköszönés? Hát mondja, hogy erőt egészséget mondja. Erőt egészséget, 10-7, bemondja a nevét, és hogy járőrtársat keres. Nem szépen. Ja, és még egy bocsánat, hogy a nálunk lévő eszközöket nyilván a ott van valahol egy raktár, ahol lepakoljuk? Nincsen. Azokat maguknál tartják, viszont hogyha nem lesznek szolgálatba, akkor a házukba nyugodtan lepakolhatnak azon időre, míg vissza nem veszik a szolgálatot. Jó. Vagy a saját gépjárművükbe, viszont arra nagyon figyeljenek, hogy, mindig legyen zárva a gépjármű, hogyha belepakolna. Vanyan! Gyerünk! Bababababababab! Rabababababab! Álljon már, boss! Na, GG, menjen innen! Egy igazi fegyvert nem kell tolgatani, boss! Az egy csokoló volt. Menjen már! Menjünk egy kis... Szóval igen, Jézusom. Mondtam a kollégáknak, hogy mindenféle információt, eljárási módot, meg ahogy eljár ugye a felettes, azt próbál meg magába szívni. Mi? A felettes? Hát maximum cigarettát. Kedves feleségem, meg információ. Egyébként azt hiszem, hogy egész hamar meglettünk, hogyha szeretnék a másik autót is kitulingolni, szerintem arra is van idő. Meg tudom mutatni a csajnak a jelvényemet, de kemény. Ez a hölgy már nagyon sok jelvényt láthatott. Hát, meg bást is. Vehetem ki? Nézd ja. Már balra. Kéreted, ha? Jajjá. Mennyi lett az összeg? De a kis szám sokkal jó. Több kis szám, miért? Ja, 0-3, válsz? 63, ugye. Erre csak 2 szám van. Meg a fényhíd le pottyant, azt majd rakja vissza a spoilernél, vagy az extractnál. Akkor az sárvédő, azt hiszem, a kis szám. Ki most? Vagy oldalsó sárvédő. Oldalsónál van az első szám, az a 6 merre? Van. Most jó, ugye? Az igen. Az extractban, aha, egy fényhíd. 5-ös nincs meg. Ja, az 1-es, ugye? Azaz. Hát nem tudom így már mennyi összesen. Mennyi volt? Hát 6-20 volt az alap, meg aztán a visszapakolgatás. 1000-es. Az sok lesz, de úgy gondolja. Köszönöm. Így is a cégája. Köszönöm. Amikor szoros. De szeretem. Kering party. Hát így néz ki a másik kocsi, azért viszonylag gyorsan ment ez már. Aztán majd meglátjuk. Milyen ízű a dohány? Finom. Nincsen benne. Nincsen? Ja? Még egészségesen élek, csak így jobban nézek ki. Aha, csak korpad a homlok. Igen. Tény, hogy jobban néz ki. Olyan, mint hogyha mindig lógna valami, ja, mert lóg is. Hát ja, viszont hamarabb kinyílik a fotocella például. Most mennyi kell? Az iga. 200. Még készen vannak a matricázással, nyugodtan elindulhatunk vissza az ősre. Thank you.
csatlakozzanak fel az egyes frekvenciára. Mindannyian. Szerintem inkább a 0001-esre. Hát van. Így, hát igen, igen, arra gondoltam én is. Köszönöm, Hége. Szívesen máskor is. Rendben. Szeretnék minden városba tartózkodó kollégát kérni a rendőrségi parkolóba, hogy a kadétok be tudjanak ülni melléjük. Szép napokat! Na jó van. Na, maga mellé pont nem ül be senki, uram. Valaki ne csapjon. És ne bántsa a kis serifemet, hát nem hiszem el. Benti, maradjon itt! Mindjárt van egy kis kon, lehet, hogy történt valami. Mi történt? Aha. Hozzánk már jött, hogy kettőre gondolják. Na akkor itt a kollégákkal már is tud menni két ember, tessék csak. Ugye még annyit azért elmondanék, hogy holnap 7-kor, pontban 7-kor akkor igazából itt találkozunk. Sőt, fenn a briefing room-ban, nem tudom, emlékezzek-e még rá, de hogyha nem, akkor majd kérlek egy igazítást a kollégától. A briefing room-ban találkozunk a 3. emeleten, holnap 19 órakor. Igazából ennyi. Most pedig akkor járőr szolgáltat elkezdhetik, beosztjuk magukat, de most egyelőre még... Hát szállok. Keressenek kollégát, aztán keressenek be. Aztán beszéljük meg velük. A lábam. Uram! Mondja! Minden tisztelettel... tovább kell állnom, engedélyt kérek lelépni ma estére, mert nem tudom, hogy kihúztam-e vasalót. Békön, akkor mennyi? Na, hozzám is jöhet akkor. Köszönöm szépen! Uram, még egy kérdés van, vissza tudunk öltözni a rendőrség területén, vagy egyenruhába hagyjuk el a rendőrséget, ha mennünk kell? Az nekem feltöltöző. Attól függ, hogyha valamit szeretnél csinálni, akkor... Kis szimpatikus. Ja, nem, mindenképpen most nekem is mennem kell. Azért kérdezem. Jó van, maradhat egyenruhába, hogy maradhatom. Itt kínál a kocsi, csak a garázsig megyek, aztán a motelbe azért. Tökéletes, maradhat nyugodtan. Jó van, valami is jelent a két ember. Köszönjük szépen. Frankó csengő hang. Gák! Bentley be tud jönni a kihallgatóba. 45-ös egység elindult a holtablásra. Drága urak, drága hölgyek, ennyi lett volna ez. 40-es egység elindult. Ez a kis adáska. Sajnos a Twitch probléma miatt ez élőben nem tudott kimenni. Be lesz dobva a link, ha végre újra elindul a Twitch. És akkor a következő már lehet, hogy élő. Úgyhogy... meglátjuk, mi lesz. Igyekszünk. Most fölmegyünk a motelba és letesszük a lantot. Valószínűleg még egy kis atrocitás lesz. A szolgálat elpozitót. Ciao. Csak így gyalogosan. Hát jó éjszakát kívánok tulajdonképpen, aztán... Igen. Ennyi történik most már. De köszönöm szépen mindenkinek, kellemes pihenést. Kellemes pihenést. Viszlát. Ez valami rendben, viszlát. Sport, vagy valami rendben.